A csökkenő hőmérséklet és az eső nem kedvezett a napokban megrendezett gyulai galamb és kisállatbőrzének, ennek ellenére mégis sokan keresték fel a sportcsarnok parkolóját. A gyulai Nagy József régebben sok nyulat tartott, de azt mondta, ma már kevésbé éri meg ezzel foglalkozni, így most csak 3 anyanyula van. 2 hoztam ki, egyik el lett adva már minden, de megvágjuk, mint szeressük a húsát is, és akkor vágjuk a nyulat. Galambon is van, abból is foglalkozom, a gyerekkorom múlta benne vagyok ebben, kicsit gyerekkorom. Most már öregettem, most már. Valamivel foglalkozni kell. A gyulai bőrzét ugyan a kisebbek között emlegetik, de már a határon túli tenyésztők figyelmét is felkeltette. Szilágyi Sándor búbos és futókacsát, illetve fűrjet kínált. 20 éve tartott tyúkot, 10 fajta kacsát, kecskéket, rucákat, mindenfélét. Nagyon sok fajtát. Úgyhogy már ebben foglalkozok már régen, de szeretem csinálni azt. Most hál' Istennek most már még pénz is van benne egy kicsike. A szomszédban Kis Zsolt többféle galambot és nyulakat hozott Gyulára. Most húsvétkor mindenképp megéri. Most többnyire, aki szereti otthon, most attól függ, hogy milyen szándékkal tenyészti a nyulat, hogy eladásra vagy pedig vágni. Én mind a kettőt szoktam. De mindenképp megéri. Sokan tartottak a rossz időtől és nem indultak el Gyulára, de végül így is sokan összejöttek, mondta a program szervezője. Japport Mátyás a húsvét közelettével a felelős nyúltartás fontosságát hangsúlyozta. Hát csak olyan ember vegyen nyuszit, vagy a szülei, ahol olyan lehetőség van, hogy tartása, ketrec, ennivaló minden, mert egy bérházból ott megunják, és akkor utána ott nem lesz belőle semmit. A következő bőrzét Gyulán ősszel rendezik, akkor a tenyésztők a nyári szapoglatot kínálják majd.